Szeretettel üdvözöllek benneteket az augusztusi Zen tábor Dharma beszédén, és kezdésként recitáljuk el közösen az Om Nam mantrát 7-szer, ez az univerzum a maga tisztaságában, ennek a mantrája. Om Nam, Om Nam, Om Nam, Köszönöm szépen! Hallhattatok egy kiváló bevezetőt Gergőtől, akinek ezúton is köszönöm a remek gyakorlatvezetését, és hogy istápolta a mostani zentábort. Én kifejezetten emlékszem, amikor először találkoztam Gergővel az egyik budapesti gyakorlaton, ahova eljött a párjával, és emlékszem az akkori állapotára, és ahogy beszélgettünk hazafele a metrón, és látom most, és nagyon jó, hogy hallhattatok most egy olyan zengyakorlót, aki tényleg komolyan veszi az utat, és ténylegesen elkezdett járni ezen. És ám bár ez egy nehéz út, és nem egy-kettő év alatt érik be az ember, de ha már elkezdesz rajta haladni, akkor lehetnek ennek nagyon szép gyümölcsei. Én például már élvezhettem Gergő gyakorlatának gyümölcsét, amikor nemrég egyszer vendégségben voltam náluk, és egy nagyon kellemes otthonba léphettem be, ahol remek gyakorlóhely volt kialakítva, nagyon finom teát kaptam, és nagyon finom epres, lekváros palacsintát, úgyhogy ez egy olyan konkrét gyümölcse volt az ő közös gyakorlatuknak, ami hát azt kell, hogy mondjam, hogy engem lenyűgözött, úgyhogy nagyon szép ezt látni, és inspirálólag hat még rám is, nem minthogyha olyan nagyon előre járnék, hogy így beszélhetnék, hogy még rám is, de néha ezek az egyszerű dolgok, és az egyszerű tisztaság az, ami a legtöbbet mond. Hogyha tényleg ki tudsz jönni abból, hogy filozofálsz, gondolkodsz, rágódsz az életeden, és valami nagyon egyszerű, tiszta emberi utat kezdesz el járni. Szoktam sokszor azt mondani ilyen alkalmakkor, hogy láthatunk itt a teremben is sok buddha szobrot, mesterképet, olvashatunk a szutrákban nagyon csodálatos és szinte már-már ilyen megközelíthetetlen tökéletességű tanító egyéniségekről történeteket, és lehet egy olyan képünk, hogy hát ez a gyakorlat valami olyan, amit hát úgy elkezdhetünk, de ezt a tökéletességet mi szinte soha nem fogjuk elérni. Holott én leginkább mostanában azt látom, hogy a zen gyakorlatnak is a célja az, hogy te emberibb emberré váljál. Nem kell arany buddha szoborrá válni, nem kell valamilyen magas emelvényről szónokló, tökéletes buddhává válni. Egyszerűen bőven elég az, hogyha te jobb családanyává, családapává, jobb gyerekké, jobb szülővé, jobb nagymamáná, nagypapává, jobb főnökké, jobb beosztottá válsz. És igazándiból a nagy út az ugyan nagynak nevezett, de ezekben a hétköznapi emberi pillanatokban teljesedik ki igazán. Ha megnézed, akkor mostanság óriási harc folyik a figyelemért. És beszéltünk is erről,
az elején is, és az interjúk során is, hogy hát hogyan lehetne jobban figyelni, hogyan lehetne a figyelmet jobban összpontosítani a gyakorlat során is, meg az életünkben egyáltalán. Hiszen a mai világban, hogyha mondjuk fölmész az internetre, akkor ott biztos lehetsz abban, hogyha ott neked valamiért nem kell fizetned, akkor ettől függetlenül te fizetsz, csak a figyelmeddel. Nagyon nagy cégek óriási pszichológiai és egyéb apparátust tesznek abba, hogy a figyelmedet megkapják. És aztán ez kellőképpen hadrendbe állítódjon arra, hogy te pénzt költs, és olyan dolgokba is belemenjél, amiben nem feltétlenül akarsz. És ebben a nagy színes pörgésben szinte feldolgozhatatlan kis darabokra megy szét a figyelmünk. És ez igazándiból nem csak a pénztárcánkat bántja, hanem ami sokkal rosszabb, az emberi kapcsolatainkat. Gondolj bele abba, hogy mikor érzed jól magad valakivel. Lehet ez egy barát, egy idegen, vagy egy családtag. Mikor érzed jól magad? És mikor van az, amikor úgy inkább menekülnél? És hát nagyjából megfogalmazhatjuk úgy azt, hogy akkor érezzük magunkat igazán jól valakinek a társaságában, ha azt érezzük, hogy az a másik ember ott van velünk. De úgy ténylegesen ott van velünk, a figyelmét ránk szenteli, az idejét ránk szenteli, és mi is neki, és teljes testünkkel, teljes lelkünkkel, teljes szellemünkkel ott vagyunk egy adott kapcsolatban. Ez nagyon jól tud esni nekünk. És hogyha ezt nem kapjuk meg, akkor nagyon sokféle pótcselekvésbe verhetjük magunkat, és akkor elkezdünk szenvedni. Elkezdünk akkor is szenvedni, amikor egy olyan kapcsolódásban vagyunk benne, ahol vagy a másik teljesen dezorientált, és nem érezzük az energiáját, vagy esetleg olyan módon nem figyel ránk, hogy ránk vetít egy képet, aminek nekünk meg kell felelnünk, vagy mi vetítünk ő rá valami képet, hogy most ő neki mit kellene csinálni. Tehát ez a figyelemvesztett állapot végső soron az az illúzióvilág, az az álomvilág, amelyről a buddhista tanításban olyan sokat hallhattok. Hogy az élet valójában egy álomvilágban zajlik. Vagy ahogy egy régvolt mester mondta, hogy hát a legtöbb ember olyan, mint az az ember, aki folyamatosan panaszkodik amiatt, mert sötét van, de közben csukva van a szeme. Tehát ilyen csukott szem, ilyen jelképes vagy tényleges vakság az, amikor a kívülről és belülről generált illúzió világunkban elmerülünk. És az ellenszer igazándiból az, hogy elkezdünk valamilyen olyan gyakorlatot csinálni, amellyel ezt a figyelmet rendezhetjük. Ez persze nem egyszerű. A fizikából is tudjuk, termodinamikából, egy olyan alaptételt, ami mindenre igaz, a fizika darmája az nem különbözik sokban az emberekre vonatkozó darmától. Legfeljebb az emberekre vonatkozó darma még egy fokkal bonyolultabb, mint ami az életterem valóságra igaz. De hát a fizikában van egy olyan tétel, hogy a rendezetlenség az úgy magától növekszik. Tehát, hogyha egy rendszert úgy hatsz magára, akkor ott a rendezetlenség nőni fog. És viszont, hogyha a rendezetlenséget csökkenteni szeretnéd, ahhoz munka szükséges. Energiát kell belefektetni. Ugyanígy az életünkben is, hogyha szeretnénk egy rendezettebb, pontosabb figyelmet elérni, egy pontosabb észlelést elérni, annak érdekében, hogy helyesebben gondolkodhassunk, helyesebben érezhessünk, helyesebben teremthessünk ebben a világban, magunk és mások számára, ahhoz arra van szükség, hogy beleteszünk munkát. Magától nem igazán fog megtörténni, magától marad egy olyan állapot, amiben úgy egyszer jobban vagyunk, egyszer rosszabbul vagyunk. Egyszer a templomba vagyunk, egyszer a kocsmába vagyunk. És egy ilyen színusz hullám az életünk, hogy vannak tisztább pillanatok, vannak sötétebb időszakok.
De hogyha meg tudjuk azt csinálni, hogy középen maradunk, és látjuk a hullámzás mindkét irányú pólusát, akkor már jobban a nagyobb figyelem irányába megyünk. És akkor ez lesz a kulcsmozzanat abban, hogy mind a kapcsolataink jobbak legyenek, mind a munkánk helyesebb legyen, és végső soron minden egyes ember hozzájárul ahhoz, hogy maga a csoport működése és a társadalom működése is jó legyen. Úgy kell ezt elképzelni, mint egy nagy hálót. Tehát gondolhatunk magunkra, meg az egész társadalomra úgy, mintha egy nagy háló lenne, és a hálónak a csomópontjaiba lenne egy-egy ember. Tehát össze vagyunk kötve, ezt már több ilyen hálózatelméleti, modern, tudományos elméletből is tudhatjuk, nem csak a régi buddhista tanokból. És ugye a hálóban, hogyha te elkezdesz egy csomót emelni, akkor az húzza a következő mellette lévő csomókat is, és aztán az egyre távolabb lévő csomókat is. Persze azokat már kisebb mértékben, de azoknak a helyzete is változik. Körülbelül így hat az, amikor valaki elkezd gyakorolni, és megpróbálja a figyelem, a tudatosság által a saját karmáját megváltoztatni, és ez hat a közvetlen környezetére, családjára, közvetlen munkatársaira, és aztán ez még akár távolabbi hullámokat is verhet, jó értelembe véve. Nem kell ehhez konkrétan szóbelileg tanítani, hanem egyszerű jelenléttel, figyelemmel, szerető egy odafordulással nagyon sok mindent meg lehet változtatni. De azzal zárnám, hogy talán aki vezetett már mondjuk Budapesten, vagy bármilyen forgalmas városban, akkor erről lehet valami olyan tapasztalata, hogy ha mész egy dugóban, meg csúcsforgalomban, akkor úgy tapintható az idegesség. Mindenki dudál, Budapesten pláne, mindenki beerőszakoskodik, bejön a sávodba, mindenféle balesetveszély van, mindenki csak magára gondol, és oda akar jutni a helyére, és általában ez öngerjesztő, tehát minél inkább mindenki ideges, annál rosszabb, és akkor esetleg akár baleset is lehet. Mindenki figyelmetlen, és így tovább. Viszont hogyha valaki éppen jobban jelen van, és fontosabb a saját és mások biztonsága, akkor lehet, hogy azt csinálja, hogy ő beengedi a buszt, beenged másokat, és ha megfigyeltél már ilyet, ez nagyon sokszor ragadós. Tehát, hogy akit beengedtek, utána ő is beenged valakit. Tehát ő is egy picit nyugodtabban vezet. Aztán persze ez eloszlik, mert a többség ideges marad, de még egy ilyen közegben is ez a háló effektus tud működni, hogy valaki egy picit jobban jelen van, és az rögtön a környezetét megváltoztatja, rögtön egy kicsit emberibbé teszi. Úgyhogy ha ez működik a kicsit személytelen autós forgalomban, akkor még sokkal inkább működik egy csoportban. Ezért is jó eljönni egy ilyen elvonulásra, ahol itt dedikáltan mindenki ezt igyekszik gyakorolni, néha jobban megy, néha rosszabbul, de hát ez az emberi részéhez tartozik az elvonulásoknak. És aztán utána nem kell félni ezt kivinni a világba. Megint csak nem szóbeli térítésként, mert a zen nem csak, hogy nem vallás, hanem nem is térítő vallás. Ha szeretnéd járni ezt az utat, akkor járt, ha nem, akkor úgyis teljesen jó. Viszont az az emberi minőség, amit egy komolyan vitt praxissal el lehet érni, az ténylegesen mindenki javára van. Úgyhogy az, amit mondunk a nap végén, hogy a szenvedő lények számtalanok, fogadjuk, hogy mindnek segítségére leszünk. Ez elősőre megvalósíthatatlan távlatként sejlik föl, de valójában már azáltal, hogy te nem szenvedtetsz, nem teszed bele a környezetedbe mindazt, amit egyébként anélkül beletennél, hogy nem figyelsz és nem vagy jelen, már azzal óriási módon segítettél, és járod a bódhiszatva utat. Úgyhogy csak arra figyelj, hogy a bódhiszatva fogadalmakat aztán nehogy véletlenül összekeverd, és mondjuk olyan dolgokat valósíts meg, hogy a szenvedő lények számtalanok, fogadjuk, hogy mintől megszabadulunk, vagy a szenvedélyek kötelékei sokfélék, fogadjuk, hogy mindet megismerjük.
Tehát ugye ilyeneket ne, de a tiszta jelenlét csodálatos lótuszvirágát művelve hát haladhatunk együtt az úton. Úgyhogy ha ezzel kapcsolatban, vagy a zen hagyománnyal kapcsolatban, vagy bármilyen kérdéssel kapcsolatban, ami most fölmerült benned, és még nem kaptál rá választ, ha ezekben segíthetek, akkor itt van rá az alkalom. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudok fejlődni a szeretetben? Vagy hol találom a szeretetet? Egyszer mondta a Csongán Szunim, hogy találd meg a saját szívedben a szeretetet, és ne vágyjál rá, hanem akkor ezt mások felé add, és így forgat, vagy valami ilyesmit. De hogy, hát itt beszéltünk itt a bodhisattva fogadalmakról, és sokszor azt érzem magamban, hogy nem tudok másokra figyelni, hogy sok bennem az önzés, a magam bajával való foglalkozás, főleg, hogyha én mondjuk itt egy elvonuláson szenvedek, akkor már nem tudok másra odafigyelni. Uh-huh. Vagy vannak emberek, akikre azt mondjuk, hogy szeretetteljes. Én szeretnék szeretetteljes lenni, de nem tudom, hogy hogyan. Uh-huh. Nagyon jó a kérdés, és ez egy fontos pontra is rámutat, hogy önmagában sokszor halljuk ezt, hogy szeresd fele barátodat, meg a szeretet így fontos, meg a szeretet úgy fontos. Egyébként a szeretet az olyasmi, mint a humor. Hogyha beszélsz a humorról, akkor megölted. Csak csinálni lehet a humort. A szeretet is olyan, hogy ez cselekvés, és nem annyira beszéd. Beszélsz a szeretetről, azonnal megölted. És vagy ilyen csöpögős valamivé válik, vagy valójában csak beszéltél róla. És azért is nagyon trükkös ez, mert arról nem szoktunk beszélni, hogy a szeretetnek milyen feltételei, meg előfeltételei vannak. Mert nem megy az mindig olyan egyszerűen. Kedvenc mondatom az, hogy a feltétel nélküli szeretetnek nagyon sok feltétele van. És a nagyon sok feltétel közül az egyik legnagyobb, hogy belül te egy-két dolgot lerendezel magadban. De valóban úgy van az, hogy amikor szenvedünk belül, akkor az néha nagyon nehezen megváltoztatható. Még akkor is, ha gyakorolsz. Mert olyan sok figyelmet követel magának az a beállítódás, az attitűd, az a hiedelemvilág, az a lelki alkat, amivel rendelkezünk, ami kialakult egészen a fogantatás előtti időtől, amilyen hatások értek minket, és ahogy arra reagáltunk, van egy valamiféle attitűdünk, és próbálhatjuk ezt gondolati síkon megváltoztatni, nagyon sokszor rendkívül nehéz. És pláne, hogyha ez egy ilyen szenvedésteli, vagy negatív gondolatokkal, negatív hozzáállással terhelt valami, akkor az nagyon sok energiát beszív, mint egy fekete lyuk. Úgyhogy a gyakorlás egyfelől nagyon jó, másfelől meg, amikor követelné magának ez a figyelmet, akkor érdemes valamiféle módon a figyelmet onnan elterelni. Ez nem elfojtás, hanem az, hogy visszatérünk minden ilyen állapotba, amikor magadra záródsz a gyakorlat során, visszatérünk a tényszerű valósághoz, a padló barnaságához, a hangokhoz, ahhoz, hogy itt vagyunk egy térben. Ez már kicsit visszahoz a valóságba. A másik pedig az, hogyha az ember csak magára figyel, és mindent folyamatosan meg akar oldani, egy idő után nem megy. Tehát el lehet úgy is ezt kezdeni, hogyha nem tudod magadat boldoggá tenni, akkor tegyél boldoggá mást először. És itt azért mondjuk egy-két felkiáltó jelet oda teszek, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor mondjuk egy olyan lelki alkattá válsz, aki folyton mindent másokért beáldoz, és magára egyáltalán nem figyel. Csak van az a pont, amikor már a kicsit a magunk baja az nagyon sok volt, és akkor elkezdünk figyelni másokra. És abban, amiben mi tudunk segíteni, segítünk. Például ezért is nagyon jó, most csak, hogy ide visszahozzam magunkat, saját tapasztalatom is ez, meg többi segítőtől is ezt szoktam hallani, hogy hát dharma tanító és segítő lehet az ember
inspirációtól függően egy-két éves gyakorlás után is. És akkor várjuk szeretettel őket, hogy jöjjenek segíteni. Ezt én is így tettem annó. Sőt, még budapesti gyakorlatnál is először rám bízta Szuném a csukpizást, aztán egy kis gyakorlatvezetést, ezt meg azt. És először nehéz volt, mert hirtelen akkor nem tudtam annyira figyelni a gyakorlatomra, mert másra is kellett figyelni. De aztán egy idő után azt tapasztaltam, hogy ha nem csak azért jövök ide be, hogy na most akkor megint valami karmát bányászunk elő, és oldjunk meg, egyszerűen nyitja az embert. És akkor azáltal, hogy segítesz, bármi kis dologba fejlődik a saját gyakorlatod is, meg a saját karmád is változik. Amikor ott van egy csomó ember, és benne vagy egy helyzetbe, és csinálni kell, akkor nem érsz rá foglalkozni azzal, hogy most van-e bennem szeretet, vagy nem, hanem hogyha kellően kinyitod magad a helyzetre, akkor az ott adja magát, mert csúnyán fognak rád nézni, hogyha kimész durcásan, és belesírsz a párnádba mondjuk a szálláshelyen. Tehát ez rákényszerít, rávisz arra, hogy cselekedj, és akkor már is mindent belül is megváltoztat. Úgyhogy egy jó értelembe vett segítői munka tud ezen segíteni, és akkor szépen úgy oldódik a lélek. És akkor úgy idő után már nem biztos, hogy kell azon gondolkozni, most szeretek-e vagy nem, hanem jön a helyzetből. Az biztos, hogyha az ilyen dolgot, hogy szeretni akarok, együtt akarok érezni, ha ezt úgy az ember úgy nagyon akarja, akkor úgy elég nehéz elérni. Kis apró cselekedetekkel el kell indulni abba az irányba, amit szerintem nagyon jól látsz, hogy milyen irány az. Meg ennyi gyakorlat után is még a hagyomány is valamelyest sejteti. Úgyhogy érdemes abba az irányba bátran elindulni. Aztán legfeljebb, hogyha valamibe kicsit félrementél, vagy kicsit rámentél a útpatkára, akkor visszahozod a kormányt, és mész tovább a kijelölt sávban. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy a Koan interjúkon is, nem kell mindig félni. És akkor egyszer csak megjelenik a szeretet is. Szívesen. Alapvetően az összes meditációs technikát tanítjuk a Zen táboron is. Egyetlen dolog nincs, a Koan interjú. Tehát amit még gyakorlatként hozzárakhatsz az eszköztárhoz, az a Koan interjúzás a középhaladó és haladó elvonulásokon. Ez a Zennek egy sajátos eszköze. Más hagyományban ilyen jellegű gyakorlat, pont ilyen jellegű gyakorlat nincs. Ez pedig egy, úgy kell elképzelni, hogy kapsz paradox kérdéseket. Például egy híres ilyen koan, Zsózsu zenmestert meglátja az udvaron egy kezdő szerzetes. Zsózsu zenmester egy nagyon híres Tang dinasztia beli zenmester. Összeszedi minden bátorságát, egy életem, egy halálom, oda megyek, kérdezek tőle. Oda megy hozzá, mester, most léptem be a kolostorba, kérlek, taníts. Zsózsu ránéz, reggeliztél? Igen. Akkor mosd el az evőcsészédet. A szerzetes ezt meghallotta, és elérte a felébredést. Mit ért el a szerzetes? Ez a Koan kérdés, és a Koan interjún kell egy választ produkálni rá. Ezeknek a kérdéseknek az a lényege, hogy megállítsa a normális, diskurzív, racionális gondolkodásodat. Ezek olyan kérdések, amire filozofálással nagy valószínűség szerint nem fogsz helyes választ adni. Még akkor is, hogyha meg tudod magyarázni a Koant, intuícióból, spontaneitásból annál inkább. Úgyhogy a Koan interjú az azt gyakoroltatja, hogy az a fajta letisztulás, figyelem, intuíció, amit itt az egyéb gyakorlatok során megcélzünk, azt hogyan tudod használni. Hogyan lehet egy helyzetben ezt megfelelően működtetni. Hogy a tapasztalat ne maradjon a dharma teremben, hanem bekerüljön egy szituációba,
és aztán hosszabb távon belekerülhessen élő helyzetekbe, amikor kint a világban emberekkel találkozol, és sokszor paradox helyzeteket és kérdéseket látsz, vagy paradox helyzetekkel találkozol, már csak azért is, mert az ember paradox lény. Nagyon szeretnénk azt hinni, hogy ha csak innen vagyunk, hogy akkor minden olyan egyértelmű, hogy logikusak vagyunk, hogy mindig csak a szeretetet akarjuk, hogy mindig a jót akarjuk, de nem vagyunk mindig így, mert vannak önös vágyaink is, kapzsik is vagyunk, önzőek is vagyunk, csalfák is vagyunk, néha nem is mondunk igazat, és jobbára nem tudatosan. Tehát éppen ezért, mivel a lényünk is paradox, nagyon jó valamilyen paradox gyakorlatot is folytatni, ebben segít a koan a középhaladó és haladó elvonulásokon. Azért nem szoktuk ezt a zen táboron tartani, mert azért ehhez, hogy ez hatékony legyen, kell egy bizonyos szintű meditációs tapasztalat. És ezt láthattátok, tapasztalhattátok, hogy mindez, amit most csináltunk, ez is bőven elég egy ilyen hétvégére. Még hogyha ilyen furcsa kérdésekkel vegzálnánk titeket, akkor az lehet, hogy sok is lenne, úgyhogy ezt ezért nem csináljuk. De várunk szeretettel titeket ezekre az elvonulásokra, ahol ilyen koan interjú van, illetve budapesti gyakorlatokon is van ilyen, úgyhogy ott halált megbető bátorsággal lehet fejest ugrani a koan interjúban is, hogyha van kedved. Úgyhogy a koan nincs, de az összes többi gyakorlat az ugyanez, csak több. Tehát az éneklés pontosan ugyanez a három éneklés, meditációban van, középhaladon valamivel több, haladó elvonuláson jóval több és hosszabb, 50 perces ülések, és még ugye annyi a különbség, hogy ott egyáltalán nem szabad beszélni. Tehát itt most ez egy remek alkalom arra, hogy ismerkedj arra is, mind a hagyománnyal, mind egymással, kialakuljon egy gyakorló közösség, hogy bízz azokban az emberekben, akikkel együtt vagy, tud tapasztalatot cserélni, ez később is egyébként nagyon hasznos. Tehát, hogyha belekezdesz egy gyakorlatba, akkor azért is jó rendszeresen eljárni valamilyen gyakorló közösségbe, legyen ez itt, legyen Budapesten, vagy vannak vidéki zen csoportok is, hogy időről időre tudj beszélni magad fajtával, hogy megy a gyakorlat, mik a problémák. Ez ténylegesen nagyon-nagyon sokat tud segíteni, van, hogy többet tud segíteni, mint egy zen mesterrel való konzultáció. Úgyhogy ilyen szempontból jó a zen tábor, és egymásra való ismerkedés is, viszont ott meg a haladó és középhaladó elvonulásokon, hogy nem beszélünk, tehát teljes szilencium van, az egy plusz dimenziót hozzátesz a gyakorlathoz. Mégpedig azáltal, hogy ezt az energia leadást teljes mértékben lezárjuk a beszéd által itt. Lehet ezt egyébként érezni, hogy mondjuk összehasonlítasz egy olyan napot, amikor sokat beszélsz, aztán meg eljössz egy olyan elvonulásra, ahol csöndbe kell legyél, a nap végén sokkal több energiád van, amikor nem beszéltél. És amikor beszélsz, akkor megy az energiád. Plusz, ha olyan hibába esünk, hogy amit szoktunk néha, nem mindig rossz, de tud terhes lenni, hogy ventiláljuk a problémáinkat, és elmondjuk, és átadjuk másnak, és megbeszéljük. Ez oldhat ideig, óráig dolgokat, viszont lehet, hogy a szembesülést is akadályozza. Ha meg teljesen csöndbe kell végezned a gyakorlatot, akkor azért ugye nem vagy egyedül, mert itt van a többi gyakorlótárs, de nem beszélsz velük, azzal megtapasztalod azt, hogy jön-jön, növekszik a problémád, aztán egyszer csak tovább megy. És minél többet tapasztalod azt, hogy igazából külső segítség nélkül változnak az állapotaid, és néha-néha úrrá is tudsz rajta lenni, az érlel belül. A csönd nagyon sok mindent érlel. Sok mindent jobban látunk, meg a már sokat emlegetett figyelmet is hát növeli. Ugye, ha keresztény lelki gyakorlaton lennénk, akkor valószínűleg valami olyat hallanál, hogy akkor megtanulsz nem magadra figyelni, hanem Istenre figyelni. Ezt egyébként szeretem, ezt a fajta hozzáállást a
keresztény lelki gyakorlatos atyáknak a tanításaiból, hogy olyan sokszor, ugye, ha mondjuk egy istenhívő valláson belül működsz, és hiszel, és gyakorolsz, akkor hát ugye vannak az imádságok, imádkozol, és ez nagyon sokszor átcsap egy ilyen, hát végülis a soron ugye, hogy meg akarod mondani Istennek, hogy mi legyen, hogy hát vagy gazsulálsz neki, hogy hát léci, jó, elmondok még három mi atyánkot, de akkor hagyd kapjam meg azt az autót. Most csak mondtam valami blödli dolgot, nem mindig ilyenről van szó. Hagy ne legyen ez a rossz, vagy az a rossz dolog. És akkor figyelemben kívül hagyja az ember azt, hogy hát a világ nagyobb, és lehet, hogy nem ennek az én akaratomnak kell itt érvényesülni, hanem valami másnak. Úgyhogy ezekben a fajta tanításokban nagyon jó ez, hogy hát hogyha azt érzed, hogy nem hallod Isten szavát, vagy nem tudod, hogy mi az utad, akkor nem hallgattál jól oda, nem figyeltél. Ez egy másik megközelítés. A zen nem beszél ilyen formában istenségről. Egyszerűen azért nem, mert nem akar illúziót teremteni. Tehát nem rak eléd egy istenképet, hanem annyit mondunk, hogy tapasztald az igazi önvalót, tapasztald azt, ami már racionálisan nem tudható, és aztán figyelj arra, ami onnan jön. Hallgasd meg. És akkor egyébként, hogy te milyen képpel állsz ehhez hozzá, az teljesen mindegy. Tehát itt egyáltalán nem ellenőrzünk senkit, hogy ki miben hisz, higgy, amiben szeretnél, és tartsd is azt meg tovább, tehát senkit semmiről nem szeretnék meggyőzni. De a gyakorlat, az odafigyelés, és ez a gondolat előtti pont tapasztalata, ez nagyon sok mindenben tud segíteni. Úgyhogy hát ez az a plusz dimenzió, amit még egy elvonuláson, ami nem zentábor, megtapasztalhatsz, hogy milyen csöndbe lenni. Kívánom azt, hogy ezt minél többetek élje át, mert hát ez kell azt hiszem egy idő után. Legalábbis nekem sokat segített. Ott egy kérdés hátul, adjunk mikrofont. Az lenne a kérdésem, hogy többször volt olyan, hogy valami eszembe jutott egy esemény, és ez az esemény megtörtént. És honnan tudhatom, például, mert volt ugyebár többször is, hogy valami eszembe jutott, és ez nem történt meg. És honnan tudhatom, hogy valami intuitív, hogy érezhetem azt, hogy ez például pont egy intuitív, és be fog következni, hogy tudom ezt megkülönböztetni, és hogy azt, hogy esetleg ez csak egy vágykép, vagy esetleg egy olyan dolog, amit én hozok létre valami által. Uh-huh. Nagyon jó a kérdés. Nem egyszerű, ezt úgy racionálisan igazániból nem is könnyű körülírni, hogy hogyan. Azért nekem saját magammal kapcsolatban azok a tapasztalataim, hogy mind ilyen gondolatokat, meg érzéseket tekintve, mind álmokat tekintve, a többség inkább olyan, ami a saját karmámból, meg gondolkodásból eredt. Tehát, hogy vagy valami, amitől feszült vagyok, vagy amitől félek, az jön föl különféle formában, ugyanúgy az álom nyelvére lefordítva, szimbólumokba szintén valamiféle ilyen kevésbé profitikus, inkább belső szenvedésbeli állapot jelenik meg. Az segíthet, hogy például koan interjúkra, ha jársz, akkor az olyan szempontból is jó, hogy végig zongorázzuk azt, amikor gondolkodsz, nem jó, aztán jó néhány koannál bekövetkezhet az, hogy jön valami, és akkor tényleg az a válasz. Vagy elengeded a gondolkodást, nekem sok ilyen tapasztalatom volt az elején, hogy bementem, feszült voltam, meg akartam mondani, gondolkodásból nem ment. Jó, csalódott voltam, fölálltam, és ahogy jöttem ki az ajtón, akkor ugrott be, és akkor utána kellett várnom egy hetet, vagy egy hónapot, amíg a következő. És akkor tényleg az volt a válasz, és azt akkor úgy éreztem is, hogy hát ez az. Mert akkor elengedtem azt a feszültséget, meg ezt. És azóta ezt
ezt többektől hallom vissza, mióta koan interjúkat tartok, hogy egy hete akarom megmondani nekem. Valamikor írnak Facebookon, ne írjatok, mert nem fogom megmondani, hogy jó-e vagy nem, mert Facebookon nincs koan interjú. De ugye, hát ez régen nem lett volna Jojo-nál. Igen, most ugye elképzeltem, hogy benn van Jojo Zenmester a Facebookon, meg az Instagramon, TikTokon csinálom videókat. Fú, na ez jó, ezt félretesszük. És akkor viszont, hogy amikor vannak ezek a pillanatok a koan interjún, ezt meg lehet tanulni a koan interjúból, hogy ennek úgy ezt az ízét fölismert, hogy ez mikor az. És mikor volt az, amikor előtte a nagyobb részbe gondolkodtál, vagy aggódtál, vagy a saját attitűdödet és sémádat játszottad újra és újra a koan remek drámáján belül. A tapasztalat azt mutassa, hogy ezek pillanatok, az azt jelenti, hogy nem hosszú ideig tartó gondolkodás, hanem ilyen 1-2-3-4 másodperces dolgok, bevillanások, és nem egy olyan állapot, ami tovább tart. Az álommal kapcsolatban annyit mondanak, hogy a halálesetet megálmodtam, de valószínűleg a halálesetet akkor, amikor az történt. Úgyhogy hát én aludtam, hogy bár ezért álmodtam meg. És ennek az álomnak a kapcsolatával volt, hogy ugyanúgy álom lett valóság, mert azt szerint így valahogy tudtam a többit így valahogy helyre rakni, de ez nem volt sokszor. Csak azt mondom, hogy ez a intuitív, általában ezek pillanatok voltak, ugye nem hosszú távú gondolkodás, ennyit láttam belőle. Igen, ez általában az egy ilyen, az intuitív, mélyebbről jövő megérzés, vagy gond, ami ugye szintén gondolatformájában megjelenhet, az talán a legjobb hasonlat, amit eddig hallottam, az, hogy mint amikor ilyenkor augusztusban nézzük az eget, és akkor egy hullócsillag megjelenik. Egyébként ott az ég, a sok csillagot látod, nem történik semmi, de ha épp jó helyre nézel és kellően figyelsz, akkor láthatod, hogy ott van egy ilyen villanás. És akkor valami ilyesmi ez is. Azért óckodom kicsit így a szavaktól, mert azért nehezen körülírható ez. A kellő tudatosság és figyelem ebbe is segít, hogy megtapasztalod azt, hogy mikor az intuíció, és mikor nem. Nekem az a tapasztalatom, hogy mind akár ilyen nagy döntések esetében, amikor döntéshelyzet előtt voltam, egy régebben, amikor elkezdtem gyakorolni, és akkor úgy volt egy ilyen szándékom, hogy most akkor a gyakorlat mondja meg, vagy a zen mondja meg, vagy hogy mit csináljak. És akkor az volt, hogy egy idő után arra kellett rájönnöm, hogy nem csak azt akarom, hogy mondja meg, hanem azt akarom, hogy azt mondja meg, ahogy kevésbé kellemetlen abból a helyzetből kijönni, és nagyon diplomatikus és mindenkinek megfelelő, mint ahogy a megfelelési mániámmal szerettem volna ezt megoldani. És hát hónapokig a zen meg a gyakorlat ezt nem teljesítette. És akkor mondtam, csúnya zen, hát most miért nem? És akkor volt egy ilyen eset, amikor söpörtem kinn a kertben, és akkor úgy elbambultam, és akkor egyszer ez így bevillant, hogy hát egyébként a másik válasz az ott sikít, csak nem hagyom szóhoz jutni, mert az kicsit kellemetlenebb úgy a akkori elgondolásaim szerint. És hát ezek utána nem volt nagyon appelláta, csak még kellett kis idő, hogy belássam, hogy hát az lesz végül is a jobb. Csak általában igen, a gondolkodás az ilyen izzadságszagú, és akkor úgy azt érzed, hogy elakadtál, ha meg valami így mélyebbről jön, akkor annak van egy kicsit más érzete. Talán valahogy így tudnám ezt körülírni. És az lehetséges, hogy ez minden embernél különböző lehet, vagy ugyanazt tapasztalja minden ember, és egyformában ezt így nehéz, ugye? Hogy... Hát fogalmam sincs, hogy te mit tapasztalsz, néha még az sem, hogy én mit tapasztalok. Persze. De hát ha abból indulunk ki, hogy egyébként minden egyéb nagyon sokban függ a karmától, és most akkor ez alatt értsük ezt a teljes séma, attitűd, hiedelem és elgondolásrendszert, amit karmaként emlegetünk a zen hagyományban,
Például szerintem a hagyományban leírt ilyen felébredés és megvilágosodás élmények is részben, egészben függenek a karmától. Mert van, aki hatalmas nagy valaminek éli meg, hogy hű, van, akinek koppan egy kő és valamire rájön, és nincs nagy csinadratta, van, akinek nagy élményei, kevésebb élményei vannak. Gyanítom, hogy ez attól is függ, hogy előtte mennyi illúzió, meg mekkora szenvedés nyomás volt azon az emberen. És amikor az egy nagyon nagy illúzió halmaz egyszerre fölrobban, az lehet olyan, hogy élmény. Aztán persze ez alább hagy, de ha mondjuk éppen úgy gyakorol valaki, hogy nincsen ilyen nagy, akkor lehet, hogy van valami felismerése, de nem szól akkorát. Tehát még ilyen szempontból is egyrészt óvatosan kell bánni mindenféle ilyen élménnyel, másrészt az egymás felé való megosztásban is. Úgy kell mindig kezelni, hogy hát igen, ez a te élményed, az, amit mondtam, az az én élményem. Lehet belőle valamelyest tanulni, de mindig legyünk tiszták a saját tudatunkkal kapcsolatban. Tehát, hogy azt nézzük, hogy és éppen itt mi történik belül, és akkor ott maradjunk a középpontban. Még fontos az, hogy alapvetően a zen meditációnak a célja, azt hajlamosak vagyunk elfelejteni, de nem az élmények, meg még csak az intuíciónak sem a megélése és használása, és a ezzel való helyesebb élet és egyebek. Bár ezt sokszor mondjuk, mert ez az a rész, ahonnan meg lehet közelíteni a hagyományt. De valójában a meditáció célja az nem más, mint hogy ezt a minden élmény között, legyen az szenvedés vagy megvilágosodás, karma, nem karma, a minden élményben ott levő nem mozduló pont. Ami sem nem jó, sem nem rossz, sem nem fényes, sem nem sötét, sem nem egészséges, sem nem beteg, hogy ez a pont meglegyen az origó, ami az összes hagymahéjnek a belsejébe van. És igazándiból ez a mélyebb keresés a cél, amiben még az sincs, hogy akarsz valamit, vagy nem akarsz valamit. Csak ez egy absztraktabb réteg elsőre. Először szinte mindenki azért kezd el gyakorolni, hogy az életét valahogy rendbe rakja, de amikor egy picit már jobban vagy, akkor utána érdemes ide a gyökérbe a konkrét alapjára menni a dolgoknak, mert aztán utána a nagy szemléletváltás és a jackpot és a szabadság, belső szabadság az ebből tud eredni. Úgyhogy jó ezekkel a konkrét jelenségekkel is foglalkozni, de azt is látni kell, hogy maga a szintiszta gyakorlatnak egyébként mi a célja, és akkor ilyen szempontból szoktuk azt mondani, hogy óvatosan egymás tapasztalataival, és óvatosan a szutrák és a koanok és egyebek tanításával is, mert nagyon könnyen tudunk berakni magunk elé répákat, amiket aztán üldözünk. Úgyhogy az alapvető instrukció mindig az, hogy minden helyzetbe visszatérni a szintiszta gyakorláshoz. Ez kicsit ilyen unalmasan hangzik, meg szárazon, de hosszú távon ez a legjobb. Ítéletalkotás és helyes megkülönböztetéssel kapcsolatos lenne a kérdés. Mi a helyes, amikor másokon észrevesszük, hogy ez egy ítéletalkotás volt, illetve saját magunkon. Elmondom máshogy, itt vagyunk a zen táborban, van egy gyakorlótársunk, tesz egy megjegyzést, egy kijelentést, és bevillan, hogy ez egy ítéletalkotás volt. És nyugtázzuk, hogy ez nem helyes, és ezt neki tudnia kellett volna. De akkor saját magunktól is ez szintén egy ítéletalkotás. És illetve a megkülönböztetés és az ítéletalkotás hol válik el egymástól? Uh-huh. Nagyon jó. Hát akkor az elsőre ugye azt mondanám, hogyha észreveszed ezt egy gyakorló társadon, akkor így rángasd be a fürdőszobába, és hogyha éppen van víz, akkor fogj egy fogkefét, tegyél rá fogkrémet, és jól mosd ki a száját, hogy ítéletet alkottál, elnye-belnye.
most kimosom belőled. Ez csak vicc, ne csinálj ilyet természetesen. Úgyhogy egyrészt az, hogy az egyik rész az lenne, hogy ne gondold túl ezeket a helyzeteket. Tehát amikor egy gyakorló társadnak a viselkedését éppen látod, maradj meg a tiszta nem tudhatónál. A tiszta tükörszerű tudatnál, és igazándiból, hogyha konkrétan nincsen vele feladatod, mert éppen nem az van, hogy jön és nyakadnak esett a jurtába, hogy most megöllek, mert túl sokat lélegeztél mellettem, nyilván akkor azért védd meg magad, de hogyha mondjuk látod, hogy ő ott mondott valamit, vagy csinált valamit, akkor ezt lehet megfelelő teres tudattal kezelni, és akkor meghagyni szépen abban, és majd a gyakorlat megoldja, tehát nem kell ezen különösebben rendőrködni. Ha meg oda visszatérünk, hogy mi a helyes megkülönböztetés, meg ítéletalkotás, akkor ha mondjuk most idehozom még ezt a poharat, meg ugye itt van ez az embót, és akkor hát most azt mondom, hogy igazából most nekem ez a pohár jobb, szomjas vagyok, tudok belőle inni, hát ezt nem tudom most semmire használni, esetleg üthetek vele, hogy legyen ilyen is a zen videóban, mert minden zen videóban kell egy zenbot ütés, de nem tudom meginni, de most akkor ez most nem olyan jó, ez jó, és hát különben is lehetne barnább ez a zenbot, és na, akkor most elkezdtem ítélkezni, és minősítgettem egymáshoz képest, meg a hozzám való viszonyát a dolgoknak, hogy ez most mi, de a igazándiból elkezdünk azon gondolkozni, hogy most a pohár, meg a zenbot, az azonos-e vagy különböző? De lehet ezen is. És akkor hát mondhatjuk rá, hogy különböző, de hát akkor ugye tudjuk, hogy a Buddha azt mondta, hogy mindennek a lényege ugyanaz, tehát akkor most hazudott a Buddha. De hát ha meg azt mondjuk, hogy azonos, akkor meg ebből nem tudok inni. Tehát akkor ez egy ilyen elég problémává válik, és elkezdhetünk rajta gondolkodni, és akkor megint elkezdünk ítélkezni. De valójában nagyon pontosan megláthatjuk, hogy helyes megkülönböztetés használva a bot és a pohár azonos-e vagy különböző. És akkor ebben nem volt nagyon ítélkezés. Úgyhogy nagyjából ez most ilyen demonstráció és eljátszás szintjén az, amivel szoktunk koan interjún is az elején operálni, hogy még azt higgyed, hogy ez könnyű lesz. De valójában ez megpróbál rávezetni arra, hogy milyen az, amikor csak látod a dolgokat olyannak, amilyen a bot, a pohár, és nem teszel hozzá, és nem veszel el belőle semmit. Úgyhogy igazándiból nagyjából, ha ezt elsajátítod, akkor nem fogsz ítélkezni, hanem helyesen csak kapcsolódsz. És az emberek szintjén helyes kapcsolódásnak és helyes cselekvésnek most így munkahipotézisként azt mondanám, hogy nagyjából az a helyes, ami nem növeli a szenvedést, és nem növeli a harag, a viszálykodás, a nézeteltérésnek a állapotait, hanem inkább együttérzés derűt szül. Helyzete adja, hogy ez milyen megnyilvánulást kíván. Egy kedves ismerősöm mesélte, hogy a gyerekek az iskolában nagyon szigorú Márta nénit elnevezték Spárta néninek. És amikor péntek este leültünk az első meditációhoz, és jöttek tőle az instrukciók, arra gondoltam, hogy na hát, Spárta bácsi. És a kérdésem az, hogy tényleg indokolt ez a fokú szigor? Igen.
Köszönöm az alkalmat. Azt szerettem volna mondani, hogy édesanyám nemrég halt meg, tavaly novemberben. És mi nagyon szerettük egymást. És én tényleg azt gondoltam, hogy ez már soha nem fog megszűnni, hogy minden éjjel meglátogatott. És én egy nagyon jó alvó vagyok, vagy voltam, és minden éjjel végigaludtam, szóval én ezt nem ismerem, hogy éjszaka felkelni, meg ilyesmi. És hát ez így megváltozott. Minden éjjel velem volt, és amikor júniusban eljöttem a kezdő tanfolyamra, akkor kitettük a nevét, és azóta, mintha eltűnt volna. Ezt meg szerettem volna mindenkivel osztani. Nagyon hogy szép. Nekem segített. Nagyon jó, és búcsúszertartás volt? Nem. De igen, egyébként ez csak a kommentárként hozzáfűzném, hogy ja, láthattok itt ilyen kártyákat, ez kicsit tűnhet ilyen vallásos dolognak, de hát ez a koreai hagyomány szerint ki lehet tenni, legalábbis a mi hagyományvonalunk szerint, oltárra kártyákat, megkérhettek minket, hogyha szeretnétek ezt, és akkor vannak Kwanzaa-bószál kártyák, és vannak Zhejiang-bószál kártyák. Ugye Kwanzaa-bószál kártyára akkor szoktuk a neveket fölírni, hogyha valakiért akkor szeretnénk énekelni, aki életben van, aki valami nagyon helyzetben van, nagyon nehéz helyzetben van, vagy beteg. És akkor minden éneklés során felé is megy a figyelem. Egyébként ilyen gyakorlatot lehet végezni egyénileg is. Tehát, hogyha valamelyik ismerős családtagod beteg, akkor énekelhetsz érte Kwanzaa-bószált, az együttérzés bódhiszatvájának a nevét. És akkor ezt a fajta tudati minőséget küldöd felé, és segítesz vele. A másik típusú kártya pedig Zhejiang-bószál. Zhejiang-bószál szanszkritül a Kshitigarbha bódhiszatva. Ő pedig egyrészt a fogadalmaknak és a beszédnek a bódhiszatvája, másrészt pedig, mivel az ő legnagyobb fogadalma az, hogy addig nem éri el vagy nem lép be a nirvánába, amíg egyetlen egy szenvedő lény is van bárhol, bármelyik létsíkon, legyen az élők, a holtak, vagy bármelyik másik fajta létsíkon, még egy-egy bármely szenvedő ember van, vagy lény, addig ő nem lép be a nirvánába, tehát ő a hagyomány szerint az a bódhiszatva, aki a halottakat segíti az útjukon, miután elhagyták a testüket, úgyhogy egyrészt, hogyha valakinek elhunyt szerette van, akkor erre a kártyára meg lehet kérni, hogy írjuk fel a nevét, illetőleg lehet egy búcsúszertartást tartani, és lehet önállóan is Zhejiang-bószál éneklést végezni az elhújtért. Ugyanúgy, hogy a Kwanzaa-bószált énekeltük, Zhejiang-bószál nevét kell énekelni, annyit, amennyit szeretnél. Általában az Zen hagyományban is, meg tibeti hagyományban is egy ilyen 49 napos időtartamot szoktak megadni. Ez egy viszonyszám a halál időpontjától kezdve, amikor a legintenzívebben lehet segíteni az eltávozott léleknek ilyen jellegű gyakorlattal. Persze később is lehet, csak akkor már a kapcsolat lazul, legalábbis ugye ez a hagyomány tanítása. Valóban ez a tapasztalat, mint amiből egyet hallhattunk most is, de saját tapasztalat is, hogy ez nagyon sokat tud segíteni egy ilyen jól végzett gyakorlat abban, hogy egyrészt a gyászmunkát az ember megfelelően elvégezhesse, tehát megfelelő búcsúzás legyen a köszönet révén, a hála révén, amit az elhunyt felé tudunk közvetíteni, meg érezni, a bocsánatkérés is bekövetkezhet, mind azért, amit elkövettünk egymás felé, és aztán, ha ez a két polaritás megvan, hogy
hogy valaki felé tudunk hálát érezni, és tudunk köszönetet mondani, és tudunk őszintén elnézést kérni, és bocsánatot kérni azért, amit ha minden kapcsolatban elkövetünk hibákat, kölcsönösen. Ha ez a kettő megvan, akkor tudjuk azt a kapcsolatot engedni, alakulni, és engedni a természetes rendjét a dolgoknak, hogy mindenki folytathassa azt az útját testben vagy test nélkül, amerre a természet visz. Úgyhogy az ilyen jellegű gyakorlat is része a hagyománynak. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én egy olyat szeretnék kérdezni, hogy mert volt itt ebben a pár napban szigorúság is, de volt humor is, tehát hallottunk humort is, és azt tudjuk, hogy az életnek az élésében az sokat segít az embernek, hogyha ha van humorérzéke ebben, ezen tud-e segíteni, ezen gyakorlás tud-e segíteni az embernek? Hát alapvetően az en sok mindenben tud segíteni, meg nem is tud segíteni, mert igazából az en nem is létezik. De az biztos, hogyha van belső tapasztalatod arról, hogy mi az, ami benned nem mozdul, és mi az, ami a gondolatok előtt van, és ami több, mint csak a személyiséged, több, mint a szenvedésed, akkor lesz benned egyfajta jó értelembe vett könnyedség is. Tehát valóban a szigor egyfelől kell, mert különben szétesünk. Tehát, hogyha csak végig viccelnénk az egészet, akkor lenne belül egy ilyen jópofa csapatépítő tréning. Nem feltétlenül rossz ez, meg kell az is az életbe, de van, amikor az van, oda teszed magad, és akkor csinálod. És akkor most tényleg ez van. Ezt szolgálja a szigor, meg hát az, hogy tényleg meglegyen a formának a megtartó ereje. És aztán a formán belül te annyira szabad vagy, amennyire csak akarsz. És lehetővé is teszi a forma, hogy ezt a szabadságot elérd. Nem mondom, hogy nem lehet enélkül is, csak sokkal-sokkal nehezebb. Én is alapvetően inkább olyan személyiségnek mondanám magam, aki... Én is amikor ide jöttem, olyan nyűgösnek éreztem ezt a jó zsaru, rossz zsaru, mindenért szólva van, alig bírom lenyelni a kaját, mert már megint nem jó, meg kocogtatom, meg ez se jó, az se jó, és akkor már nem tudtam hova lépni. Tehát, hogy ez úgy kinyilogatik a bicska az embernek a kezében, és hát ugye nem mondom, hogy nem voltak a meditációban bizonyos, hát hogy mondjam, fantáziáim az akkori gyakorlatvezetőkkel és tanítókkal kapcsolatban, de aztán ezeket ugye elengedtem, hogy mik történtek velük, meg hát szerintem ez úgy eltűnt a tantiembe szerencsére. De aztán, amikor úgy nem feszülsz ezekre rá, hanem hogy jó, látod, hogy ez azért van, mert tartjuk a formát, és amikor már nem érint benned valamit, mert meghaladod ezt, hogy akár az, hogyha mindig szittak tanárok, szülők, akkor megint itt, akkor abban jó bele lehet futni, hogy mondjuk, ha valakinek van egy ilyen jó kis sémája, hogy mindig, amint Magyarországon ezt könnyű begyűjteni, mert általában ilyen Spárta néni, Spárta bácsi az, aki tanít, és ez nagyon tetszik, ezt fogom használni. És akkor egy ilyen mintában nagyon jól bele tud tenyerelni, mondjuk egy ilyen szigorú figura, aki jön, mondja, és akkor az ember... És ehhez kapcsolódóan volt is egyszer itt egy történet, emlékszem, valaki mesélte, hogy ilyesmi problémával küzdött az illető, és akkor észrevette, hogy egy bogár, vagy egy valami ott mászott az evőkészleten a végén, még a teával való kimosás előtt, és akkor hát jött a tea, és ő akart volna kérdezni, valamilyen kezdő alkalom volt, azt hiszem, hogy hát mit csináljon a bogárral, mert ugye ott van, és akkor most vigye ki, vagy ne. De a gyakorlatvezető ezt nem látta, és csak annyit látott, hogy hát problémája van, hogy
nem issza meg. És akkor mondta, hogy meg kell inni. De hogy ő megjelezte, nem mondta, de hogy hát... A teát meg kell inni, ki kell mosni vele a tálat, és meg kell inni, és akkor fogta, és megitta a bogárral együtt, mert ugye pont beletalált ez a dolog, hogy hát most nyilván, hogyha jól vagy belül, akkor azt mondod, hogy hát elnézést kérem, nem fogom meginni, hát itt van benne a bogár. Mit csináljak a bogárral? Tehát sokkal erősebb ez volt, hogy a Spárta néni megmondta, hogy hát tessék meginni. Úgyhogy, na ilyenekre is nagyon jó, hogy ez fölismerd ezt a működést, mert sok mindenkiben van ez, hogy jön a tekintély személy, és akkor be kell kajolni, amit mond. Megfelelő belső tartással. Úgyhogy, hát ez a, most a szigoron egy kicsit így elméláztam, úgy látszik, hogy ez betalált. Végre elértem ez, most komolyan ez egy nagy öröm, hogy Spárta bácsi, pedig mindig ez volt a bajom, hogy túl kedves vagyok. Na, mindegy, jó. Ezt most meghaladom ezt a karmát. A humor oldal meg az, hogy ha tudsz szabad lenni, akkor végülis a humorérzéked is megjön egy idő után. Plusz ez egy nagyon jó zeneszköz, meg egy nagyon jó meghaladási eszköz. Személy szerint én úgy találom, hogy ez nagyon jó, ha van öniróniája is az embernek. Elviselhetetlen az az ember, aki tudod, hogy ki jön, és hát én vagyok a tanító. És képzeljétek, milyen kínos lenne, így a dharma, és akkor mindig csak a dharma, segítsd a másik lényt, mindig a másik lényeket segítsed, mert nagyon kell segíteni, és a dharma is megmondta, különben a karmád nagyon rossz lesz, és akkor... tehénként fogtok újra születni, mert csak ültök a helyeteken. Szörnyű lenne, tehát ez ilyen visító szörnyűség, hogy Úristen. Sokkal jobb, hogyha az ember ezt a komoly maszkot így le tudja venni, mint a görög tragédia végén a színészek. Erre egy jó dolog a humor. Egyébként meg ugye, ha pszichológiát nézzük, akkor rangsorolni szokták a pszichológiában az én védő mechanizmusokat, azaz azokat a taktikákat, amikkel a kis identitásunkat védjük, hogy meglegyünk és ne omoljunk össze. Vannak nem túl színvonalas és nem túl felnőtt én védő mechanizmusok, például ugye az egyik ilyen, amikor rád vetítem, hogy nekem milyen bizonytalanságaim vannak, és aztán benned utálom, ugye projekció. De ehhez képest egy sokkal fejlettebb énvédő mechanizmus és kevésbé ártalmas a humor, művészet, verselés, alkotás, zenélés, de nem csak ez, hanem annak a befogadása is. Tehát azért szeretjük annyira a művészi dolgokat, mert az transformál, átlényegít, katarzist ér el. Tehát a karmát átváltoztatja, vagy legalábbis meghaladni segít. És még a sportot is ide szokták, a testmozgást is ide szokták sorolni a pszichológián belül, mint egészséges taktika arra, hogy megküzdj. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon fontos a humor. Én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy legyetek annyira szabadok, hogy megfelelő humorral is tudjátok kezelni az életet, mind a mellett, hogy amikor arra van szükség, hogy a játékszabályok szerint játszunk, akkor pedig tudjatok szabadon alkalmazkodni a játékszabályokhoz. Ugyanis egyébként, ha már itt a szabadság témáját hozzuk be, akkor az igazi szabadság az, hogy te tudsz minden helyzethez helyesen kapcsolódni. Nem feltétlenül lenne helyes szabadság az, hogyha mondjuk most itt dharmabeszéd közben valaki fölállna, letolná a gatyáját és ide pisilna a dharmaterem közepére. Kétségtelen, hogy ez egy csomó szabályt áthágna, és bizonyos szempontból ugye szabad lenne ez a cselekvés, csak hát utána be kéne jönni, föltörölni, büdi lenne, néha többiek így néznének, hogy fúj de undi. Tehát, hogy nem csináljuk meg, mert szabadok vagyunk annyira, hogy most lehet, hogy kedvem lenne ezt megcsinálni, nem lenne egyébként kedvem, de
de viszont nem lenne jó nektek, úgyhogy nem csinálom meg. Érdekesen alakul ez a dharma beszéd. De... Na, szóval a helyesen felfogott szabadság az, azt célozzuk meg. A humor ennek egy remek eszköze. Hát akkor menjünk tiszta tudattal aludni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a izgalmas kérdéseket és a figyelmet. Szerintem egy nagyon jó kis zentábori hétvégének a végéhez közeledünk. Azért holnap még lesz reggeli gyakorlat, meg meditáció, meg munka is, meg éneklés is, úgyhogy ennek fényében térjetek nyugovóra, hogy kellő pihentséggel és éberséggel kezdhessük a reggelt. Köszönöm szépen mindenkinek azt a munkát és energiát, amit beletettetek ebbe, és követtétek az instrukciókat, és a szabályokat, és a szigorúnak tűnő és feszes munkatempót, meg gyakorlati tempót is. És kívánom azt, hogy mindenki figyelemmel, együttérzéssel, és derűvel, humorral gazdagodva távozzon a templomból, és tudja ezeket a minőségeket, tudjátok ezeket a minőségeket kamatoztatni az életetekben, és várunk titeket vissza szeretettel, ha szeretnétek folytatni tovább együtt velünk a gyakorlást. Köszönöm szépen!